technika, de ha úgy van, akkor inkább trappolunk. Meg vagytok, indulj, üget, és beértél oda a bokrokhoz, egy helybe galocsasz. Fogd össze őt, fogd, és egy helybe ülj le neki, az se baj. Dáma kentre, egy helybe kentre, indulj, galo! Úgy, egy helybe, szép lassan. Megoldja szerintem. Jó, hát neki is más, ugye otthon megy a lövével, égnek, szélnek mindenhol, de azért ez más kávéház itt. De én látok annyi potenciált benne, hogy ügyesen Lilikén kapszolváljam. Szürke is flesselget, néha beindul, fog. Jó, féltem hát. De azért merem kihozni, mert szerintem abszolválja. Egyenlőre remek. Na, ugrasz be. Gyerünk. Na. Lilikén. Úgy hopp, aha. Jó, nem baj. Elkapod a fonalat, akkor az jó lesz. Jó, jó. Azért is hoztam ki fél órával előbb, hogy ismerkedjem vele. Szépen elvesz. Úgy, körülbelül ez jó. Nagyon jó, ezt tartsd ezt a tempót! Se kevesebb, se több! Nem is beszélek többet. Ha bármi van, inkább megállunk. De egyenlőre remek. Figyelj majd a flesselésekre, ne is lassabban, ne is gyorsabban. És kentre legyen, ez az. Itt tanul. Lili is, ugye? Mindegyik. Minél több lóra ülni. Jó, hát félti az ember őket, hogy ne féltem. És ha minden rendben lesz, hazaküldöm őket egy terepre. Hagy élvezze Fanni is. Lili is. Ilyen fél terepet elmennek itt. Egyelőre el van. Jó van. Majd legközelebb még jobb lesz, ugye? Még ő is stresszben van, meg még okozom is neki a stresszt. Pofázok ennyit, de hát inkább, hogy nem, mint szarok rá, hogy ki megy, az kész. Hát volt itt már 4 baleset is tanulók között, hogy nem szeretném. Ja, megtörténhet bárhol. Egyelőre remek vagy, Lilikém. Nem hallod, amit mondok, de nem baj. Nem is pofázok neki semmit. Inkább már csak bestresszelem. Igen, kellett neki a kesztyű. Kussolok, ha megállom. Szerintem igen. Szürke már dolgozott egyszer, volt kint a ügetőn. De ilyen kényelmeset ment a City Light-tal, úgyhogy... Nagyon ügyik vagytok. Mind a 4. Ugye van Lilink, Miruskánk, Fanning és Lilink. Többiek bent. Sári anyjána, Bencus, Danka, Vili, Zille, Pözsiként meg benn vannak. Szénárpakolnak, nem tudom, mit csinálnak. Szerintem még a 2 teljes kört mennénk, akkor szépen kitrappolnak az úttól, és akkor elküldöm őket haza terepre. Ha bírja Lili, hát látjuk. Egyenlő nem is kérdezem, mert majd szólna úgyis. Jó napja lesz neki is. Biztos vagyok benne, büszke lesz magára. Nem baj, lányom, láttam az egészet, de egyből, hogy kért a száll, egyből eldobtad a fejét. Tökéletes. Azt kell, azt, hogy nyújtogassa a nyakát. De látod, már nem van. Minél jobban belefogsz, annál jobban fog. Tökéletesen csinált. Kér, adj neki, de egyből fogom is meg, azt játszok vele. Most a Mirusról beszélek. Tökéletesen abszolválta ezeket, mert van egy kis befeszült régen, balra, főroktól, hajultól, fündőt, fadarab. Aj. De úgy szépen okosodik. Na jó, hát úgy vettem meg, hogy ez ilyen ember veszélyes volt. Jó. Ahhoz képest ég és föld. Ez a jó. 4 csaj, és egymások segítgetnek. Kell is.
is szólok, hogy utcsókör. De nagyon jók. Na, egyre magabiztosabb Lili is, ugye? Azért csak belestresszelgettem a dolgokat, de most már... Nem! Egyre jobban érzi így magát. Jó. Ma nem cserélünk, drága. Nagyon jók vagytok. Na, az ember ugye olyan vagyok, hogyha egy jó napot sikerül okoznom embereknek, mert szerintem most azért még Fanninak is szerintem, Lilinek meg pláne, akkor én is olyan boldog vagyok, mint ők. És ügyes, nézd meg azt a négy gyönyörű csajt. Így, ahogy lovagolnak, csodálatos. Mind ügyes kell, nézd meg. Nagyon szép. A kapunál szépen megállunk, ügetünk, és nem hirtelen állunk, meg addig ügetünk, még nem mondom. Szép lassan, föltartunk, nem hirtelen. Üget, amíg nem mondom. Trott! Jó, nem volt olyan vész. Hopp, szürikén. Ne jázd az agyad. Gyerekek, le a kalappa, oda sétálok, és kiküldöm őket terepre. Ja, és boldog vagyok, hogy szépen csajaim ügyesen megoldották ezt is. Jó, igazából lesz egy mixink. Még Jancsikát megmozgatjuk a padikba, én berakok még egy válasz egy szénát az istálóba, és ennyi. Lepucolgatjuk őket egy kicsit. Ja, és akkor megyünk délre, ilyen lovasoktatásra, műló lesz. Ja, háromig itt leszek. Jó, ez van. Lilikém, le a kalappal. Hoztam a stressz neki szegénykémnek. Baj. Nem baj, inkább elmondom 20-szor a rosszabb bacskákat, mint minden oké, az bum, hospitál. Ezt nem szeretném. Nagyon büszke lesz a csaj most magára. Hát minden így, hát ez öröm nézni őket. Lépés, nem hirtelen. Mirukám! Egyre gondolok ebből a majommal mindig. Mirukám, ezt akartam, irányítsd a Lilikét. Gyerünk terep. Büszke vagy, mi? Arra. Nem. Itt. Nem. Nem fognak. Ó, nem ment. Akkor a következőnél menjél balra. Balra is szépen az erdőbe, de lassan, lassan. És ha leértetek, balra megyünk, jobbra megkerüljük alén ki, jöttök a főúton haza. Kimertek a golyóba, a kocsmába is egy italra. Jók voltatok. Ha ki leértetek itt a dombocskán, kérem szépen gurtni enged finoman mindegyiknek. Fannika milyen volt? Na, én örülök, hogy itt voltál, büszke vagyok rád, majd apudnak mondom, meg anyudnak. Szép lassan odafigyeljetek, gurtni enged! Várlak itt fenn benneteket a iskolánál! Ugye volt welcome? Balra! Jó, jó. Welcome, szürikénk Salvatore Alexo, vagy mi, és a két diósi kanca, Roxika és Dodó. Nagyon ügyek voltak. Na, ilyenkor megnyugszik a lelkem egy kicsit, még mixikénk van. Ja.